Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel a sajtó tisztelt képviselőire. Amikor itt Szarvason vagyunk, akkor mindig már megszokhatták, hogy azért igyekszünk jó hírekkel szolgálni. Ez azért is fér itt ránk, mindannyiunkra, mert bőségesen volt negatív és rossz hír az elmúlt időszakban, az elmúlt években, amikor az agrárfelsőoktatásról, a szarvasi agrárfelsőoktatás helyzetéről volt szó. Én mindenek előtt rögtön egy jó hírrel szeretném kezdeni a mai tájékoztatást is, nevezetesen azzal, hogy az elmúlt 3 évben meg 3-szoroztuk a hallgatói létszámot Szarvason. Ez akár jól is hangozhatna, de hogyha a számok mögé nézünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy örülünk, nagyon mélyről indultunk, és a jó hír igazán az, hogy a lejtőn visszafordultunk, és elindultunk az emelkedőn fölfelé. Messze vagyunk még attól, hogy elégedettek legyünk, de minden esetre visszafordítottuk azt a negatív tendenciát, ami az elmúlt években jellemezte az agrárfelsőoktatást, ami odáig vezetett, hogy a jogelőd intézmény döntést hozott arról, hogy megszünteti az agrárfelsőoktatást Szarvason. Ma ott tartunk, hogy a felnőtt képzéssel együtt több mint 110 diákja van a szarvasi képzőhelynek, a szarvasi kampusznak, ami még messze nem a csúcs, de biztató kezdetnek mindenképpen tekinthetjük. És biztató az is számunkra, hogy valamennyi képzési szinten vannak hallgatóink, az alapképzésben, a mesterképzésben, a felső oktatási szakképzésben, a szakirányú továbbképzésben, összességében több mint 100 hallgatót köszönhetünk már itt a kampuszon. És nem csak ezeken a képzési szinteken, hanem a felnőtt képzésben is nyitottunk. Olyan új képzési formát indítottunk el, amire korábban nem volt példa, nem csak Szarvason a térségben, hanem az országban sem, ez pedig a növényvédelmi drónpilóta képzés. A napokban már 3. kurzust tudtuk elindítani. Ez is azt bizonyítja egyrészt, hogy amellett, hogy létjogosultsága van a szarvasi agrárfelsőoktatásnak, az, hogy abban a helyzetben, amikor demográfiai mélypont van, akkor iskolát nem megszüntetni kell, hanem éppen ellenkezőleg fejleszteni, fenntartani, de igazodva, alkalmazkodva azokhoz a megváltozó körülményekhez, amelyek itt a térségben, Békés megyében is és a délalföldi régióban jellemzőek. Ez a megváltozó körülmény, megváltozó feltételrendszer azt jelenti, hogy új típusú tartalmú képzéseket kell indítani. Erősíteni kell a felnőtt képzést, ezt megtesszük. Erősíteni kell a különböző képzési szinteket, az alapképzéstől, a mesterképzésig, a felsőoktatási, felsőfokú szakképzésig, illetve szakirányú továbbképzésig, hiszen abból indulunk ki, hogy az ország egyik éléskamrája ez a vidék, az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező területe, mezőgazdasági területe, ahol szükség van a szaktudásra, mezőgazdasági szakismeretre, a legkorszerűbb szaktudásra, ehhez pedig jó szakemberekre van szükség, olyan szakemberekre, akiket lehetőség szerint itt képezünk ki. Ehhez egy korszerű, modern kampusz kell felépíteni. Nem az a célunk, hogy a 30-40 évvel ezelőtti állapotot restauráljuk, állítsuk helyre, hanem egy modern, kompakt, kis, korszerű 21. századi kampusz létesítsünk itt a délalföldi régióban. Mindezt nem önálló intézményként, hiszen azzal is tisztában kell, hogy legyünk, hogy önállóan egy ilyen intézmény nem tud megállni a lábán, de egy olyan nagy integráció, egy agrártudományi előközpont részeként, mint amilyen a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem, kihasználva azt az adottságot, azt a szellemi hátországot, ami rendelkezésre áll országosan, az viszont tudja erősíteni azokat a képzéseket, amelyekkel építünk azokra a hagyományokra, amelyek itt Szarvason több mint 170 éve esedik óta már ismertek és műveltek. Úgyhogy ez a mi tervünk, ez a mi jövőnk, erre építünk az elkövetkezendő időszakban is. Ehhez nem csak az intellektuális hátteret kell biztosítanunk természetesen, hanem az infrastruktúrát is. Azokat az épületeket megújítjuk, felújítjuk, amelyek itt az elmúlt időszakban a képzésnek a helyét biztosították, de ebben is egy ástruktúrálás zajlik. Az elmúlt 2 évben több mint 1 milliárd forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket
felújításokat itt a Szarvasi kampuszon. Kialakítunk egy kis kompakt oktató-kutató kampuszt itt az Annaligetben. Ehhez kapcsolódóan indítottunk már korábban is fejlesztéseket, most is elindítunk egy Európai Uniós támogatással fejlesztést, ami több mint 130 millió forintos energetikai korszerűsítést és felújítást jelent a könyvtárban, illetve a konferencia terem épületében, ami azt jelenti, hogy terveink szerint közel 60%-kal fogjuk csökkenteni az energiaköltségeket, kiadásokat a kampusz területén. Ez egy külsőleg is látható megújítást is jelent. És amire vár a térség és Szarvas, az a Tessedik épület a Szabadság úton, amire valóban ráfér a felújítás, onnan az év végével költözött ki a bíróság épülete, az birtokba vettük most már, annak is a külső-belső felújítását elindítjuk, és újjávarázsoljuk azt az épületet is, hiszen központi helyen található. További fejlesztések is lesznek. Ez nyilvánvalóan függvény annak is, hogy hogyan tudunk olyan bevételekhez, forrásokhoz jutni, amelyek részben az ingatlanok értékesítéséből származik, hiszen azt is jelenthetem, hogy nem minden ingatlanra tartunk igényt, ami itt a rendelkezésünkre áll Szarvason, ebben is egy racionalizálás lezajlik, nyílt lapokkal játszunk, viszont számos olyan bevételt, ami az ingatlan értékesítésből származik, azt itt helyben szeretnénk felújításokra, a kampusz megújítására, modernizációjára használni. Szeretném azt is egyértelművé tenni, hogy az elmúlt időszakban sokkal több forrást hoztunk Szarvasra, mint amennyi az ingatlan bevételek az ingatlan értékesítésből származik, tehát összességében tisztában vagyunk azzal, hogy mik azok a fejlesztési igények, amelyek szükségesek Szarvason, és ezt az egyetemi erőforrások lehetőségeit kihasználva további fejlesztésekre az elkövetkezendő időszakban is fogjuk fordítani. Tehát szellemi infrastruktúra fejlesztés, szellemi hátország fejlesztés és az épületek, az infrastruktúra fejlesztés, ez a két legfontosabb feladatunk annak érdekében, hogy korszerűsítsük, modernizáljuk, megújítsuk a Szarvasi Agrárfelsőoktatást annak érdekében, hogy a Délalföld, Dél-Kelet Magyarország számára színvonalas, világszínvonalú agrárfelsőoktatást tudjunk újraépíteni, kiegészítve azokkal a gyakorlati agrárkutatásokkal, amelyek a halgazdálkodást, az akvakultúrát, a mezőgazdasági vízgazdálkodást és a vetőmag gazdálkodást foglalják magukba. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és hogyha van kérdésük, természetesen állok rendelkezésükre. Lenne két kérdés az említett épülettel, a Szabadságúti épülettel kapcsolatban. Hosszabb távon mi lehet a funkciója ennek az épületnek, és a másik, hogy a Tessedik tanya területével, illetve magával a Tessedik tanyával kapcsolatban van-e valami újabb fejlemény? Hogy a Szarvasi ingatlanok felmérése elkezdődött, nagy részt le is zárult, nyilvánvalóan a felmérésnek része az is, hogy egy értékbecslést hajtunk végre. Mindenképpen az a célunk, hogy a város, az önkormányzat prioritást élvez akkor, amikor ezeket az ingatlanokat értékesítésre szánjuk. Tehát elsődlegesen a felajánlás az a város számára történik. Ez korábban is így volt, már két ingatlant meg is vásárolt a város. Nagyon jó az együttműködés az önkormányzattal ezen a területen. Most is folyamatosan kapcsolatban állunk. A Tessedik tanya vonatkozásában is azt tudom mondani, hogy az önkormányzattal tárgyalásban vagyunk. Ezzel kapcsolatban több részletet nem tudok elmondani, nyilvánvaló, hogy ha az meg lesz, akkor arról értesítjük a közvéleményt is, illetve arról tudomást szereznek, hiszen minden a nyilvánosság előtt zajlik. Ami pedig a Szabadságúti épületet jelenti, egy központi helyen lévő ingatlanról, épületről van szó, jelenleg is az oktatást szolgálja. A tervünk az, hogy a jövőben is központi fekvése helyzete révén is szeretnénk ezt ott tartani oktatási célokra, oktatási-kutatási célokra, azzal, hogy a kutatási tevékenységnek a központi területe az itt az Annaligetben lesz, ahogy most is az akvakultúra, illetve a vízgazdálkodás területén.